Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Nem kell nyilatkozatot benyújtaniuk a villanyárom szolgáltatóhoz azoknak, akik több ingatlannal rendelkeznek és szabályozott áron fizetnék az energiafogyasztást. Erről a mai kormányülésen döntött a Csuka kabinet. A kormány ugyanakkor többletadót vett ki a romániai kőolaj és földgáztermelőkre, valamint azokra a kőolajfinomítókra, amelyek üzemanyagot termelnek. Módosította az energiaár korlátozásra vonatkozó jogszabályt a kormány. Az eddigi előírások szerint ugyanis a több ingatlannal rendelkezőknek, az otthon orvosi berendezést használóknak, az egyedülálló szülőknek és a legalább 3 gyermekes családoknak is nyilatkozatot kellett benyújtaniuk, ha kedvezményes áron akarták fizetni számláikat. A kabinet által elfogadott módosítás értelmében a több ingatlannal rendelkezőknek nyilatkozat benyújtása nélkül is automatikusan maximált áron számlázzák a villanyáramot, amennyiben nem lépik túl a fogyasztási keretet. A kormány arról is döntött, hogy külön adót vett ki az energetikai vállalatokra. Elfogadunk egy olyan döntést, amellyel gyakorlatba ültetjük az 1854-es számú szabályzatot, amelynek értelmében többletadót vetünk ki az energia terén tevékenykedő vállalatok profitjára. A különadót minden olyan kőolaj, földgáz és finomítói ágazatban működő vállalatra kiveti a kabinet, amelynek a profitja 2022-ben és 2023-ban 20%-kal meghaladja a 2018 és 2021 között realizált nyeresség átlagát. Azok a vállalatok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, 60%-os szolidaritási adót kell fizessenek a 2018-2021-es időszak átlagnyerességét 20%-kal meghaladó profit összegére. A többletadót június 25-éig kell befizetni, az összeg pedig egy úgynevezett szolidaritási alapba kerül, amelyből az állam az energiafogyasztók támogatását, a megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat, vagy a fogyasztás csökkentését célzó programokat finanszírozhat. A mai kormányülésen Nikolaj Csuka miniszterelnök azt is bejelentette, hogy január 1-től a kabinet már nem kompenzálja az üzemanyag árát. Elindította tegnap az igazságügyi minisztérium Románia új legfőbb ügyészének, illetve a korrupció ellenes ügyészség főügyészének kiválasztási eljárását. A jelenlegi tisztségviselők mandátuma a jövő év február 21-én jár le. A tisztségek iránt érdeklődő ügyészek február 6-áig nyújthatják be jelentkezési dossziéjukat. A jelentkezők meghallgatása február 20-a és 23-a között zajlik majd az igazságügyi miniszter és a vizsgáztató bizottság jelenlétében. Az eredményeket február 27-én teszik közzé a szaktárca honlapján, és ugyanekkor küldik el véleményezésre a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács ügyészi részlegének a kiválasztott jelöltek kinevezésére vonatkozó javaslatot, ismertette az eljárást a minisztérium. Értékelték az évet a megyei önkormányzatok vezetői. Infrastruktúrális beruházások, kulturális intézmények felújítása, egészségügyi fejlesztések tették ki a munka nagy részét 2022-ben. Az orosz-ukrán konfliktus hatásai miatt azonban maradtak még befejezetlen projektek. A 2020-ban kezdődő mandátum egy vírus elleni háborúval indult, amelyből szinte fel sem ébredve már egy valódi háborúval találtuk szembe magunkat, amelynek hatásait nap mint nap a bőrünkön éreztük, fogalmazott évértékelőjében Tamás Sándor kovásznai megye elnök. Ez sok szempontból átírta 2022-re a terveket, hiszen egyrészt lehetőséget kellett teremteni arra, hogy a megugrott árak ellenére lehessen folytatni a nagyobb beruházásokat, másrészt a költségvetés egyensúlyát erre is figyelni kellett. Befejeztünk egy 22,5 kilométeres útszakasz teljes építését, ahol aszfalt van ott, ahol sár volt eddig, Nagyborosnya és Bodzafordulók között. Befejezés előtt áll a Székely Nemzeti Múzeum teljes körű felújítása, de nem csak az épület, hanem a múzeum kertjének a felújítása. 3 munkálat folyik a kórházunk területén, a sürgősségi osztály, a belgyógyászat, és elkezdtünk egy újabb munkálatot, a tüdőkórház építését. Eredményekkel kipárnázott évnek nevezte 2022-t Borbóly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, annak ellenére, hogy a várt kormányzati támogatásokat nem kapták meg, és az EU-s pályázati kiírásokból kihagyták a megyei önkormányzatokat. És hogyha már nem számíthattunk, nem kaptuk meg a megfelelő kormányzati támogatást, habár azért legnagyobb magyarság, illetve hát a legnagyobb erő itt van Hargita megyében,
hitel lehívásokhoz fordultunk, és bizakodással próbáltunk azon dolgozni, igyekszünk dolgozni azon, hogy a kis falvaink ne öregedjenek el, a gazdasági élet számára legyenek feltételek, a kulturális oktatási élet legyen biztosítva, az egészségügy fejlesztése az legyen töretlen. Kolozs megyében a 2022-es év legnagyobb kihívását a hosszú évre húzódó szemétgazdálkodási projekt kivitelezése jelentette, de több fontos, a magyar közösségeket is érintő infrastrukturális beruházást indítottak el. Nagyon sok alapokból aláírott projektek vannak, meg elindított projektek, mint például, mit mondjak, a Györgyfalvi vízprojekt, vagy a több községbe odaítélt összegek a fejlesztési projektekre. Szívem csücskének, ugye csak el kell mondjam, hogy marad a Válaszúti Bánfi kastély, amelyik nagyon, nagyon szeretett projektünk, és nagyon figyelemmel, odaadással dolgoznak rajta. Péter Ferenc az egészségügyben elért eredményeket tartja legfontosabbnak az idei évre vonatkozóan, hiszen nemrégiben sikerült az onkológiai klinika új épületét átadni, amely teljesen új felszereléssel járul hozzá a betegek kezeléséhez. Emellett infrastrukturális beruházásokból sem volt hiány Maros megyében, több kulturális intézményt újítottak fel, és útfejlesztésekre is sor került. Sikerült befejezni mindkét nagy Európai Uniós pályázatot, tehát a Szent Ágota-Segesvár út szakaszt hónapokkal ezelőtt sikerült átadni, az kitűnő munka van végezve, úgyhogy mondhatom azt, hogy az egy sikeres pályázat. Ugyanakkor a Dicsőszent Márton nyárátő közötti útszakasznak most vannak a napokban az átadási folyamata, tehát ott napokon belül szintén teljesen át lesz adva a forgalomnak minden egyes szakasza. A megyei tanácselnökök bizakodóan tekintenek a 2023-as évre, remélve, hogy a költségvetési forrásokat az elkezdett projektek befejezésére költetik majd, nem pedig egy újabb válsághelyzet kezelésére. A mai híradóval kezdődően összefoglaljuk az év legfontosabb történéseit, az energiaválság alakulásával kezdjük. 2022 többek között a súlyos energiaválság éveként marad majd meg a történelemben. A válság megelőzte az orosz-ukrán háború kitörését, mivel az energiahordozók piacának a Kreml általi manipulálása megelőzte a katonai invázió kezdetét. Az erősen energiaigényes iparágak már az év elején súlyos helyzetbe kerültek, az ott dolgozók tüntetésekkel fejezték ki elégedetlenségüket. Az alumíniumipari dolgozók érdekképviseleti szervezetei már február első napjaiban az energiaárak korlátozását követelték a nagyipari fogyasztók számára. Dudáktól, sípoktól volt hangos a kormány épülete előtti tér. Mintegy 100 személy vonult a kormány épülete elé, és kérte az energiaárak korlátozását a nagyipari fogyasztók számára. Energia és gáz nélkül nincs ipar, energia nélkül az életnek nincs értelme. Dolgozók vagyunk, nem rabszolgák. Dolgozni szeretnénk, nem energiát koldulni. Stop a román energiamaffiának. Ilyen feliratú plakátokat emeltek a levegőbe. A tiltakozás hátterében az áll, hogy az ország legnagyobb energiafelhasználójának számító üzemének, az Árosz Latinának a vezetősége bejelentette a tavalyi év végén, hogy a magas gáz és villamos energiaárak miatt fokozatosan csökkenti a termelést. Az üzem 5 elektrolízis csarnokából 2-t már bezárt, de egy harmadikat is le fog állítani, itt csak 2 működik majd. Ahelyett, hogy munkahelyeket teremtenének, inkább mindent tönkretesznek. Csak a romboláson van a hangsúly, a fejlesztésen soha. Nem tudnak mást, csak rombolni. Az egyedüli üzem, ami még termelt, ezt is bezárják. Miért? Teszem fel a kérdést. Miért kell mástól megvásárolni, amikor mi is meg tudjuk termelni? A tüntetők azt sérelmezik, hogy az Álró nem kap állami támogatást az energiaköltségek fedezésére. A bukaresti értéktőzsdén jegyzett és az orosz tulajdonú Vimetco nemzetközi csoporthoz tartozó Árosz Latina vezetősége közölte, hogy legkorábban 2023-ban állhat vissza a teljes kapacitású termelés, de az is csak abban az esetben, ha csökkennek az energiaárak.
A háború kitörése után az orosz energiahordozók szállításának akadályozása miatt hiány alakult ki a piacon, és ez csillagászati energiaárakat eredményezett. Annyira, hogy fennállt a veszélye, hogy a lakosság képtelen lesz fizetni a számlákat, ezért a kormány március végén az energiaára korlátozásáról, illetve a számlák kompenzálásáról szóló intézkedéseket fogadott el. Megtettük, amit ígértünk, olyan intézkedéseket hagytunk jóvá, amelyek megvédik a lakosságot a rohamosan emelkedő energiaárak hatásától, jelentette ki Nikolai Csuka miniszterelnök. A havonta legtöbb 100 kWh elektromos energiát használók 68-ban itt fognak fizetni kWh-ránként az áramért. Az intézkedés hozzávetőlegesen 3,5 millió háztartást érint. 100 és 300 kWh közötti fogyasztás esetén 80-ban itt kell majd fizetni kWh-ránként, ez pedig mintegy 4,5 millió háztartást érint. A földgázért legtöbb 31-ban itt kell majd fizetniük kilovattóránként a háztartási fogyasztóknak. A nem háztartási fogyasztók számára a villamosenergia ára egységesen egy lej, a gáz esetében pedig 37-ban lesz kilovattóránként. Az energiaára korlátozásáról, illetve a számlák kompenzálásáról szóló intézkedések április 1-től egy éven keresztül lesznek hatályban. Az orosz invázió hatására az Európai Unió összezárt, ugyanakkor az orosz energiahordozóktól való függetlenedést szorgalmazta. Áprilisban az Európai Parlament teljes külkereskedelmi embargó bevezetését követelte Oroszország ellen. A képviselők olyan terv kidolgozását sürgették, amely biztosítja az Európai Unió energiaellátásának biztonságát. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott állásfoglalásában a képviselők szankciókat követelnek Oroszország ellen, köztük teljes embargó bevezetését az orosz olaj, szén, nukleáris üzemanyag és gázimportra vonatkozóan. Az EP elsöprő többséggel 513 igennel, 22 nemmel és 19 tartózkodással fogadta el a határozatot. Az intézkedés azonban nem csak az orosz gazdaságot, hanem az uniós tagállamok egy részét is súlyosan érintheti, mondja Winkler Gyula. Az EP képviselő szerint azonban Románia kevésbé kiszolgáltatott ilyen szempontból. Vannak olyan országok, mint például a balti államok, vagy a Csehország, Szlovákia, Magyarország, Németország, Ausztria, amelyek nagyon nagy mértékben, egyesek talán 100%-os mértékben is függenek az orosz energiahordozók behozatalától, és vannak más országok, amelyek szinte semmilyen, vagy kismértékben vannak kitéve. A kis kitettségű országokhoz tartozik Románia is, amelynek vannak lehetőségei arra, hogy középtávon egy pár év leforgása alatt kedvező beruházási környezet, illetve kedvező törvényhozási környezet mellett elérje az energiafüggetlenséget. Az Európai Parlament azt is leszögezte, hogy az embargót olyan tervnek kell kísérnie, amely biztosítja az unió energiaellátásának biztonságát. Winkler Gyula szerint több lehetséges forgatókönyvről egyeztettek már. Egyrészt a cseppfolyósított gáz behozataláról Katarból vagy az Amerikai Egyesült Államokból, másrészt a meglévő energiarendszer korszerűsítéséről, illetve a tárolási kapacitás növeléséről. Nem utolsó sorban a zöld megállapodás mielőbbi gyakorlatba ültetéséről, amely alternatív, megújuló energiaforrások kiaknázására összpontosít. Az EP ugyanakkor kéri, hogy az orosz bankokat zárják ki a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerből, tiltsák meg az orosz hajók kikötését az uniós kikötőkben és belépésüket az unió felségvizeire. Szüntessék be az Oroszországból és Fehér Oroszországból érkező és oda irányuló közúti áruszállítást. Az Európai Parlament döntése ajánlatértékű, az intézkedéseket az Európai Bizottság hozza meg, és ezekre az Európai Tanácsnak is rá kell bólintania. Az európai szankciókra Moszkva megpróbált olyan válaszintézkedéseket hozni, amelyektől az európai szolidaritás megtörését remélte. Így megtiltotta a kereskedés több gázimportőrrel, köztük egy romániaival, amelyek megtagadták, hogy rubelben fizessenek a gázért, ahogy azt a Kreml követelte. Válaszlépésként az Oroszország elleni gazdasági szankciókra 31 energetikai cég elleni szankciókat jelentett be Moszkva. Ennek értelmében tilos a listán szereplő vállalatokkal való kereskedés, még abban az esetben is, ha van érvényben lévő szerződés. A rendelkezés következtében megszűnik az orosz gázszállítás a számos ország felé. A Gazprom német leányvállalata szerda este óta nem kap földgázt Oroszországból, de Lengyelországot is nagy mértékben érinti az intézkedés. A tilalmi listán az orosz állami gázvállalat, a Gazprom 29 leányvállalata szerepel, amelyeknek többsége európai országokban van bejegyezve. A szankcionált cégek között van az egyik legnagyobb hazai gázimportőr is. Ennek ellenére nincs ok aggodalomra. Ennek a
cégnek körülbelül az import egyharmada a tevékenysége, ami azt jelenti, hogy a 20%-nak az egyharmadát nem lehet importálni a következő időszakban. Ez az összszükségleteknek nagyjából a 7%-a, így szól a matematika. Viszont kinézünk az ablakon, azt látjuk, hogy megjött a meleg idő, tehát a fűtés szezonnak vége van, legalábbis most azonnal. Úgyhogy én úgy vélem, hogy ennek a tiltásnak különleges hatása a romániai gázpiacra, gázfogyasztásra, gázárakra nem lesz. A gázcsapok elzárása azonban súlyosan érinti majd azokat az európai országokat, amelyek jelentős mértékben függnek az orosz energiahordozótól. Ugyanakkor Oroszország is megsínyli az intézkedést, hiszen igen tetemes bevétel kiesést jelent, miközben az ukrajnai invázió finanszírozása óriási anyagi terhet ró az országra. Júliusban vésztervet dolgozott ki az EU arra az esetre, ha teljesen leáll az orosz gázszállítás. A tagállamoknak 15%-kal kell csökkenteniük a felhasználásukat, közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, nagyon fontos a takarékoskodás és a tagállamok közötti szolidaritás. Oroszország fegyverként használja az energiát, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, utalva arra, hogy Moszkva már 12 tagállam felé részlegesen vagy teljesen megszüntette a gázszállítást. Ugyanakkor az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest az EU-ba szállított orosz gázmennyiség egyharmadával csökkent. Von der Leyen szerint elkerülhetetlen, hogy a tagállamok közösen lépjenek, hogy enyhíteni tudjanak a gázhiány hatásain. Az uniós testület az európai gázfogyasztás csökkentésére vonatkozó tervet és ahhoz szükséges jogszabályt terjesztett elő. Arra kérjük az EU tagállamokat, hogy 15%-kal csökkentsék a gázfogyasztást. Ilyen formán biztonságosan átvészelhetjük a telet, ha az orosz gázellátás teljesen megszűnne. Jelszavunk, hogy minél gyorsabban cselekszünk, és minél többet spórolunk, annál nagyobb biztonságban vagyunk. A terv szerint a tagállamoknak 2022. augusztus 1-e és 2023. március 31-e között kell csökkenteniük a gázfelhasználást. Ezáltal 45 milliárd köbméteres gázfogyasztást lehetne megspórolni, miközben az orosz gázszállítások esetleges teljes leállásával egy átlagos télen 30 milliárd köbméternyi gázhiány keletkezne az EU-ban. Von der Leyen hozzátette, mivel a tagállamok némelyike erősen függ az orosz gáztól, fontos, hogy a tagországok szükség esetén kisegítsék egymást. Szeptemberben a kormány újabb energiaárszabályozó rendeletet fogadott el, miután kiderült, hogy az árak nem csökkennek a várt mértékben, illetve a tavaszi rendelet nem védi kellőképpen a fogyasztókat. A kormány 2023. augusztus 31-ig meghosszabbította az energiaárakat korlátozó és kompenzáló intézkedéseket, miután a csukakabinet csütörtökön elfogadta az energiapiacot szabályozó új sürgősségi rendeletet. A jogszabály a romániai háztartások 98%-át óvja meg a villamos energia és a földgáz árának emelkedésétől, jelentette ki a miniszterelnök a kormányülés elején. Praktik prin modifikările. Az energiaárak korlátozásáról és kompenzálásáról szóló, jelenleg hatályban lévő sürgősségi rendelet módosításával kiterjesztjük a lakosságot és a gazdaságot a drágulásoktól megvédő intézkedéseket. Az új sürgősségi rendelet még csütörtökön megjelenik a hivatalos közlönyben, és 2023. augusztus 31-ig lesz hatályos. A kormány által elfogadott rendelet szerint 2023. augusztus 31-ig áfával együtt legtöbb 68 banit fizetnek kilovattóránként az áramért azok a háztartások, amelyeknek a múlt évben az átlagos havi fogyasztása nem haladta meg a 100 kilovattórát. 100 és 300 kilovattóra közötti tavalyi átlagos havi fogyasztás esetén áfával együtt nem haladhatja meg a 80 banit kilovattóránként, ha a háztartás szeptember 1-e után 255 kilovattóra óránál kevesebb áramot használ el egy hónapban. A 255 kWh-t meghaladó árammennyiségért a szolgáltató által megszabott árat kell fizetni, ismertette Virgil Popescu energiaügyi miniszter. Eddig a fogyasztási plafon 300 kWh volt, így azok a háztartások, amelyekben nem földgázzal, hanem például infrapanellel fűtenek, vagyis a környezetbarátabb megoldást választók hátrányt szenvednek.
A rendelet kitér a közösségi fogyasztókra is. A magán és közkórházak, a magán és az állami oktatási intézmények, illetve a magán és az állami szociális intézmények a havi fogyasztásuktól függetlenül legtöbb egylejt fizetnek kilovattóránként a villamos energiáért. A többi közintézmény esetében az árplafon egylej kilovattóránként a havi árfogyasztásoknak megfelelő mennyiség 85%-áért. Ami a földgázt illeti, a háztartások 2022. április 1-e és 2023. augusztus 31-e között áfával együtt legtöbb 31 banit fizetnek kilovattóránként. A tavaly 50 ezer megawattóránál kevesebb földgázt elhasználó többi fogyasztó esetében pedig az árplafon 37 lej kilovattóránként, tájékoztatott Virgil Popescu. Hangsúlyozta, hogy a háztartások ellentétben a fűtésre villamos energiát használókkal a fogyasztásuktól függetlenül jogosultak a kedvezményes földgázára. Szeptemberben titkosított dokumentum szivárgott ki a sajtóba, amelyben az energetikai válsághelyzetre való tekintettel egy energiaszállító vállalat arra kéri a hatóságokat, hogy készítsék fel lehetséges racionalizálási intézkedésekre a fogyasztókat. Ezzel párhuzamosan a kormány az úgynevezett téli parancsnoksággal elemezte a különböző forgatókönyveket. A miniszterelnök úgy gondolta, nem áll fenn annak a veszélye, hogy az ország energia nélkül marad, de felelőtlenség lett volna nem számolni minden forgatókönyvvel. Románia energiahiánnyal szembesülhet téli hónapokban, és emiatt takarékossági intézkedéseket lesznek kénytelenek foganatosítani a hatóságok, írta a Profit.ról gazdasági portál egy titkosított dokumentumra hivatkozva. A Transelektrika jelentése értelmében az ország belső termelésű villamosenergia deficitje az esti csúcsidőszakban az előrejelzés szerint 180 megawattóráról 1260 megawattórára növekedhet, de szélsőséges esetben a deficit akár a 3490 megawattórát is elérheti. Emiatt jelentősen nő annak a veszélye, hogy a romániai energetikai rendszer riadó készültségbe lép a télen. A dokumentumban ezért a Transelektrika arra kéri a hatóságokat, hogy egy esetleges válsághelyzetre való tekintettel készítsék fel lehetséges racionalizálási intézkedésekre a fogyasztókat. Javasolják a tűzifával való fűtés korlátozásának ideiglenes feloldását a villamos áram és földgázkereslet csökkentése érdekében. Nem kizárt, véli, hogy korlátozni kell bizonyos nem stratégiai fontosságú ipari vállalatok energiaellátását. A miniszterelnök megpróbált megnyugtató választ adni a sajtó felvetésére. Az eddigi elemzések alapján nem áll fenn annak a kockázata, hogy az ország energia nélkül maradjon. Persze fel kell készülnünk minden esetőségre, hiszen előre láthatatlan dolgok bekövetkezhetnek. Felkészülünk még egy úgynevezett sötét forgatókönyvre is. Az erre adandó válaszlépéseket a téli parancsnokság jövő heti ülésén dolgozzuk ki. Emlékeztetett, hogy a kormány a szerdai ülésén elfogadta a téli időszakra vonatkozó cselekvési tervet, amelyet a romániai energiaszektor illetékeseivel közösen dolgoztak ki. Arról is megállapodtak, hogy jövő héten megbeszélést tartanak az úgynevezett téli parancsnoksággal a témában. Úgy vélte, mivel az előző évekhez képest idén már szeptemberben kidolgozták a cselekvési tervet, elegendő idő lesz kielemezni és kiküszöbölni valamennyi lehetséges tényezőt, amelyek negatívan befolyásolhatják az ország energiaellátását. Noha korábban többen attól tartottak, hogy a téli időszakban nem lesz elegendő földgáz a fűtés biztosítására, szeptemberre elérte a teljes kapacitásának csaknem 98%-át a hazai földgáztározók feltöltöttsége. Ez arra engedett következtetni, hogy nem lesznek gondok a tél folyamán a földgázellátással. Az elmúlt hetekben számos hírportálon jelentek meg olyan hírek, miszerint veszélyben van a lakosság gázellátása, sőt azt is tényként kezelik, hogy amennyiben az oroszok teljesen elzárják a csapokat, racionalizálni, illetve jelentősen csökkenteni kell majd a gázfogyasztást. A pesszimizmus mögött egyebek mellett az áll, hogy a hazai tározók töltöttsége a múlt hónapban még rendkívül alacsony szinten állt több uniós tagállamhoz képest. Az energiaügyi miniszter szerint az elmúlt időszakban nagyon felgyorsult a folyamat, a romániai földgáztározók töltöttsége jelenleg 79%. Tette az adatokat a tárcavezető. Becsléseink szerint a hétvégéig meghaladjuk a 80%-os telítettséget, tehát azt a minimális értékhatárt, amelyet az Európai Bizottság megszabott. Éppen ezért, amint korábban is említettem, tekintve a termelési és fogyasztási profilunkat, Románia gyorsan fel tud készülni a téli időszakra. Korábban az Európai Bizottság 80%-ban szabta meg a tagállamok gáztározóinak minimális telítettségét a téli idény beköszönte előtt. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen az unió helyzetét értékelő éves beszédében szerdán Strasbourgban bejelentette, hogy jelenleg az Európai Unió szintjén 84%-os a gáztározók töltöttsége.
A szeptemberi rendelet számos hiányosságát korrigálva december elején fogadta el a képviselőház az energiaárak maximálásáról szóló kormányrendeletet módosító törvénytervezetet. Ez fogyasztástól függetlenül kilovattóránkénti egylei 30 baniban szabja meg az elektromos energia felső határát minden fogyasztó számára 2023. január 1-től. A képviselőház által döntőfórumként elfogadott jogszabálytervezet értelmében 2023. január 1-től legtöbb 68 banit fizetnek áfástól kilovattóránként az áramért azok a háztartások, amelyeknek a fogyasztása nem haladta meg a 100 kilovattórát, illetve azok a személyek is kérvényezhetik ezt, akik gyógykezeléshez szükséges orvosi eszközöket, készülékeket vagy berendezéseket használnak. Azok a fogyasztók, akik legalább 3 kiskorú vagy 26 évesnél fiatalabb oktatásban részesülő gyereket tartanak el. 80 banit kell fizetniük a havi 100 és 255 kilovattóra között használó háztartási fogyasztóknak. A havi 255 és 300 kilovattóra közötti áramfogyasztásért maximum 1 lej 30 banit kell majd fizetni kilovattóránként, de ha a fogyasztás meghaladja a havi 300 kilovattórát, akkor a teljes fogyasztásra 1 lej 30 banit kell fizetni kilovattóránként. 2023. január 1-től ugyanez az ársapka érvényes az ipari parkokban működő nem háztartási fogyasztókra, valamint 50 ezer megawattóra fogyasztási határig azokra a nem háztartási fogyasztókra is, amelyek abban az évben csatlakoznak a rendszerre. Jövő évtől a nagyipari cégek 1 lej 30-ban is kilovattóránkénti áron fognak hozzájutni az energiához. Én úgy gondolom, hogy egy jó törvény alakult ki belőle. Én azt mondom, az én megítélésem szerint, hogy az már lassan egy éve elkezdődött sorozatos sürgősségi kormányrendeletek és törvények, amik az árakat szabályoznak, azok közül talán ez az a törvény, amelyikkel nagy vonalakban meg lehetünk elégedve. Ez az a törvény, amelyik egy bizonyos folytonosságot, stabilitást, biztonságot ad a román gazdaságnak és a romániai fogyasztóknak. A jogszabály a kihirdetését és a hivatalos közlönyben való megjelenését követően egész 2025. március 31-ig lesz hatályban. Az energiaválság a naptári év lejártával természetesen nem ér véget, ugyanakkor reméljük, hogy 2023. decemberében nem kell majd külön az energiának szánt összefoglalót készítenünk. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!